Köszönöm szépen, és egyben üdvözlöm mindannyiukat. Talán rögtön az elején egy pár szót arról, hogy mondjuk úgy, hogy én hogy is kerülök ide, hiszen ebben a körben én nem gyakran jelenek meg. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél több mint egy évvel ezelőtt kialakítottunk és létrehoztunk egy projektmenedzsmenttel foglalkozó csapatot, amely nem konkrét előre kitalált, meghatározott projekteket menedzsel, hanem a Nemzeti Vagyonkezelőnél folyamatban lévő, vagy azóta indult feladatokat projektként hajtja végre. Ezen projekteknek a projektmenedzsment részét, főleg az adminisztratív részét, összehangolását végzi. És mivel ez a csapat az én igazgatóságomon került kialakításra, így mondjuk azt, hogy több mint egy éve elég intenzív közelségből követem a Volán integrációs projektet. Talán egy kicsit a projekt előzményeiről is szólnék, mert nem biztos, hogy mindenki előtt ismert. 2012 őszén egy úgynevezett részvényesi jogok gyakorlói határozatában, úgynevezett eljegyében kapott utasítást az MNV arra, és részletes, vagy legalábbis kellően részletes feladatleírást arra, hogy a Volán társaságok integrációját végrehajtsa. Ugye ez a utasítás többek között rendelkezett arról is, hogy a társaságok működési és üzletviteli folyamatait egységesítsük, illetve ennek végső határidőként idén december 31-ét határozta meg. Ennek a projektnek a végrehajtása során ugye azért elég sok idő eltelt, most már kb. Másfél év, és a hátralévő időszak az egy bő fél év, vagy fogalmazunk úgy, egy háromnegyed év. Tehát elég sok mindent már végrehajtottunk, elég sok lépést megtettünk, viszont azért még van hátra elég sok feladat is. Első tulajdonképpen gyors és legfontosabb lépés az volt, hogy 6 regionális központot hoztunk létre, tehát 6 régióra osztottuk Magyarországot, amely aztán később majd kiderül, hogy valójában 7, de alapvetően első körben mi 6 regionális társaságot alapítottunk, ezeket 20 millió forintos alaptőkével hoztuk létre. Ezek megalapítása többnyire még 2012 év végén, 13 év elején megtörtént. Ugye a feladat az az volt, hogy ezen társaságokba lépésről lépésre, fokozatosan ugyan, de beintegráljuk az adott régióba tartozó volántársaságokat. Végső eredménykép az adott régióba tartozó volántársaságok megszűnésével, és csak ezer régiós társaságok működésével. Mi is volt tulajdonképpen célja ennek, amilyen célokat fogalmaztunk meg az elején ehhez a projekthez? Egyértelmű, hogy korszerűsítés, minőségi fejlődés és az akkorinál jobb közszolgáltatás. Ezek voltak az alapvető feladatok. Ezek ma is az alapvető feladatok. Mindemellett egy hosszú távon fenntartható működés kialakítása. Olyan feladatok rendezése, mint a vagyonkezelés, infrastruktúra működtetés, amelyek sokáig valamelyest gazdátlanul működtek. Ugye a másik oldalról nézve, eddigi feladatok azt mondom, hogy valamelyes tulajdonosi állami oldalról történő szempontok voltak. Ugye természetesen cél, hogy a szolgáltatási szint fejlődjön a menetrendek összehangolásával, az alapvető utazóközönség, mármint az alapvető ügyfél, az utazóközönség egy jobb szolgáltatást kapjon. Éppen azért, mert ugye azért ez egy elég összetett feladat, illetve mint talán mindannyian tudjuk, ennek már többször nekifutottak többen. Azt a eljárást, azt a módszert követtük, hogy ez nem egy hirtelen, egy csapásra végrehajtandó, azonnali átalakítás formájában valósítjuk meg, hanem egy lépésről lépésre, egy több lépcsős folyamat keretében, melynek eredményeképpen nagyon bízunk benne, hogy a projekt lezárásával
egy sokkal jobban és sokkal hatékonyabban működő volán csapat, fogalmazunk így, fogja kiszolgálni az utazó közönséget. Természetesen, ahogy megalakult a üzletfejlesztési projektmenedzsment és informatika igazgatóságon a projektmenedzsment csapat, és átvette ennek a projektnek a projektmenedzsment részét, rögtön létrehoztunk egy részletes feladatlistát ütemtervel, felelősökkel, és ami nagyon fontos, ebben az átalakításban rögtön az elején, tehát több mint egy évvel ezelőtt, teljes mértékben bevontuk a volán társaságokat. Tehát a projekt, az projektben dolgozók, a projektben véleménynyilvánítók, a döntések, ezek mind-mind-mind a volán társaságok szakembereinek a bevonásával is velük együtt történik. Elvált eredmények közül hagy emeljek ki néhányat. Egyrészt ugye, hogy összehasonlíthatóvá tegye a régiós volán társaságokat, hogy ne lehessen azt mondani, hogy olyan különbségek vannak az egyik és a másik régió között, vagy az egyik és a másik területen, hogy igazából nem lehet megfelelően mérni azt, hogy melyik teljesít jobban, melyik teljesít rosszabbul, melyik teljesít átlag felett, és melyik netán átlag alatt. Természetesen alapvető cél volt a költséghatékonyság, ami ennek egy jól ismert változata, ugye a létszám megtakarítás, ez természetesen, vagy mondjam azt, hogy a projektből adódóan adminisztratív és irányítási folyamatokban lehetséges. Az is cél volt, és ezt is már az elején lefektettük, hogy maga az átalakítás az ne okozzon egy boom effektust az elején a költség oldalon. Tehát már az átalakítás évében sem kívánunk, vagy kívántunk olyan költségeket okozni a társaságoknak, amely mondjuk azt, hogy többletköltséget jelent a normál működésükhöz, a normál éveikhez képest. És hát természetesen a versenyképesség növelése, és ezáltal a lejáró közszolgálati szerződések ismételt elnyelése is alapvetően cél volt. A projektben létrehoztunk 7 munkacsoportot, amelyek az egyes területeket, ilyen a jogi, a humán, gazdasági, forgalmi, műszaki, portfóliós és az IT munkacsapat, melyek az egyes területeket fogták össze. Minden munkacsoportnak jelöltünk egy munkacsoportvezetőt az MNV részéről, és minden munkacsoportban minden egyes régiós volántársaság delegált tagokat. Ezek a munkacsoportok önállóan dolgoznak, munkacsoportok rendszeresen jelentenek a projektvezetésnek nálunk, és ezen jelentésekből készül havonta egy összefoglaló jelentés az MNV ZRT igazgatósága számára. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a projekt elég komoly kontroll alatt van, és nagyon határozottan állítom, hogy a jelen ismereteim szerint a kitűzött véghatáidőre a projekttel el fogunk készülni. Tehát, ahogy korábban említettem, már többen próbálkoztak, ez egy sikeres átalakítási projekt lesz. Kiemelnék 4 olyan vezérelvet, ami mellett hajtjuk végre ezt a projektet. Az egyik a működésbiztonság elve, tehát az teljesen egyértelmű volt, hogy a projektnek úgy kell megvalósulnia, és úgy kell az integrációnak megvalósulnia, hogy ez a legcsekélyebb mértékben sem veszélyeztetheti a működést. Tehát folyamatosan, mindezen időszakban, minden volán társaság ugyanolyan színvonalon el kell, hogy lássa a feladatait, sőt, célszerűen a projekt előrehaladásával egyre magasabb színvonalon. Az egységesség elve is egy fontos elv volt, vagy jelenleg is az a projektünkben, hiszen figyelembe véve középtávú célokat, egy egységes elveken működő, egységes folyamatokat használó 6 régiós társaság sokkal könnyebben irányítható, sokkal könnyebben kezelhető, sokkal könnyebben tud adott esetben reagálni piaci vagy szabályozási változásokra, mint hogyha mondjuk azt 3 társaság így, másik 3 úgy működik, és adott esetben egy ilyen típusú akár piaci, akár szabályozási változáson más módon kell, hogy reagáljanak. Már említettem lépésről lépésre több lépcsőben való bevezetést, a fokozatosság elvét.
Ugye ez mondhatni a működésbiztonság elvének egy következménye lehet, hiszen úgy tudunk kellően biztonságot hagyni a jelenleg működő szervezetnek, hogyha minél fokozatosabban és minél átgondoltabban hajtjuk végre a feladatokat. És hát a negyedik elv, amit szintén már említettem, a költséghatékonyság elve, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy az egyik célja volt ennek a projektnek, ugye, hogy hatékonyabban működjön ez a közszolgáltatási tevékenység Magyarországon. Alapvetően maga a projekt három lépésre, illetve hát két nagyobb fázisra osztható. Ugye az első kockába található alapállapot, amikor önálló valánműködés van. Ugye ez volt a kiindulási állapot a projekt előtt. A két nagy szakasza a projektnek az úgynevezett holding működés, amikor a létrehozott közlekedési központok, mint holdingok irányították a volántársaságokat, illetve a második nagy szakasz a teljes integráció, ami ugye azt jelenti, hogy beolvadás után már csak a holding, valamikori holding társaságok a közlekedési központok működnek volántársaságként. Mint látható az ábrán is, 13 májusában indult el az első nagy szakasz a holding működés. Ugye ennek az az oka, hogy nem rögtön a projekt kezdetekor, hogy ahhoz, hogy ez elindulhasson, szükség volt bizonyos előkészületekre, például maguknak a holding társaságoknak a megalapítására, illetve ezekbe való részvényapportálásokra. A második fázis, amíg a holding társaságok működtették, mint holdingként működtették a volánokat, a részleges optimalizálás kezdődött el, ez a 2013-as évnek a időszaka volt. Valamint az idei év az előkészítése, az idén év végén, vagy mondjuk jövő év januárjától kezdődő teljes integrált működésnek. Néhány számadat is megjelenik itt, bár úgy gondolom, hogy ezek annyira nem lényegesek, aki nem járatos ilyen számokban, ezek nem feltétlen sokat mondó számadatok. Amit érdemes tudni, hogy a létrehozott 6 közlekedési központ, mert így hívjuk őket, mindegyik közlekedési központ néve hallgat, ezek nem egyformák teljesen, valamelyest különböző méretűek, amely adódik abból is, hogy más régiókat fednek le, és ebből adódóan a apportált részvények is különbözőek. Mint látható, ugye ezen regionális központok bejegyzése tavaly májusban zárult az utolsó közöttük. Itt egy másik szlájd. Igazából nem sokkal mond többet, itt az látható talán, két szlájdot fordítva lehet, hogy jobb lett volna kivetíteni, hogy ugye tavaly január környékén fejeződött be a cégalapítás, és utána az előző szlájdon látható apportálás végrehajtása történt meg. Itt láthatók maguk a régiók, ugye abszolút területi elven szerveződött a 6 most létrehozott társaság által irányított régió. Ugye van két déli régiónk, a délalföldi és a dél-dunántúli, van két északinak nevezett, az észak-nyugat-magyarországi és az észak-magyarországi, illetve van két hát közép-kelet és közép-nyugat-magyarországinak nevezett, bár ezek is többnyire az északi részt is lefedik. És hát itt tudom már jelezni, ugye, hogy miért 7 az a 6, amit mondtam, ugye az az egyszerű oka a történetnek, hogy a volánbusz Magyarország középső részén integrációja nem szorul, mert önállóan látja el jelenleg is azt a területet, amelyet a jövőben is elfog, és így lesz tulajdonképpen 7 régió a most megalakított 6 társaság csatlakozásával.
Talán még egy kicsit azt szemléltetném, hogy ezek a régiók azért nem teljesen egyformák. Célunk, hogy teljesen azonos, vagy legalábbis nagyon hasonló működési, üzemviteli, irányítási folyamatokat, végrehajtási folyamatokat hozzunk létre a régiókban. Viszont már csak a méretből adódóan is jól látható, hogy ugye van olyan régió, talán három, ha jól tudom, amely öt olán társaságot integrál magába, egy négyet, egy hármat, egy pedig kettőt, tehát teljesen egyértelmű, hogy ezek más méretű társaságok. Így természetesen maga a feladat is eltér, tehát az a régió, amely két társaság integrációjával jön létre, az jóval egyszerűbben veszi ezt az akadályt, mint azok, amelyek mondjuk adott esetben 5-4 vagy 5 társaság integrációjával jönnek létre. Ugye, ahogy a két lépcsős rövid kis ábrán mutattam, van egy feladat minden egyes régiós központnak, amely arról szól, hogy idén év végéig, tehát mondjuk azt, hogy az átmeneti időszakra, ami ki nem alakul a teljesen új struktúra, az átmeneti időszakra tervezze és szervezze meg a működést, és egy második feladat ugye a átmeneti időszak után. Az átmeneti időszakra minden társaság felkészült, és úgy gondolom, hogy igazán komolyabb fennakadás nélkül az átállás megtörtént, ez nem is nagyon tűnt fel, én úgy gondolom. A teljes integráció pedig ugye a jövő januárjában indult, tehát úgy gondolom, nagyon bízok benne, hogy hasonlóan zökkenőmentesen fog végbe menni. Kollégáim felsoroltak itt néhány olyan területet, amely már teljesült, és amelyet végrehajtottunk, én nem olvasnám végig az összeset. Azt kell, hogy mondjam, hogy van egy pár terület, ahol már például a forgalmi munkacsoportnál a személyszállításra vonatkozó központi ajánlás kidolgozása került, hasonlóan HR területen is. Tehát van egy-két terület, amelyik kicsit előbbre jár ebben a feladatban, és van egy pár terület, amelyik pedig mondhatni a többiek eredményeire épülve a jövőben fogja behozni ezt a jelenleg tapasztalható valamelyest lemaradását. Példaképp említem, mert szívemhez a legközelebb ez áll, hiszen alapvetően informatikus vagyok, hogy az informatikai munkacsoportja a projektnek az valamelyest lemaradva egyelőre az átmeneti stádiumban, átmeneti időszak meghatározásában tart, hiszen ugye az informatikai kiszolgáló terület, az informatika nem meghatározza az üzleti tevékenységet, hanem támogatja. Ebből adódóan, amikor eldőltek az üzleti, főleg üzleti, forgalmi, számviteli kérdések, utána jöhet az informatikának a megfelelő szintű hozzáigazítása. Néhány feladat, amely jelenleg folyamatban van, ezek is azt mondom, hogy igazából nem... Bocsánat, ez még következő, igen. Tehát azt mondom, hogy ezek is olyan témák, amelyek a projektet részletesen ismerők számára sokat mondanak, de alapvetően egy normális projekt folyamatában itt tartunk, ezek a hátralévő feladataink, és ezeket fogjuk végrehajtani. Mint hogy kiragadjak egyet, ami sokak számára látványos vagy látható lesz adott esetben, ugye az egységes megjelenési forma, embléma, névhasználat, egy egységes stílus megjelenése. Itt még egy szlájdot feltettek a kollégák, amelyben csak szemléltetni szeretném azt, hogy ez az átalakítás, ez azért költségekkel is jár. Ugye ezen költségeket természetesen jelentős mértékben a volán társaságok gazdálkodják ki, bizonyos mértékben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő nyújt hozzá segítséget, de határozottan cél volt eddig is, így cél jelenleg is, pályázati források bevonása ezekbe a feladatokba, feladatok végrehajtására, amelyek nagy mértékben elősegítik ezt a munkát. Példaképp megemlíthetem, hogy az informatikai átalakításra is egy hasonló típusú finanszírozást tervezünk.
Köszönöm szépen a figyelmüket!